Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás az ő szív üzenete. Mit szeretne közölni veled? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, a díjam 4000 forint. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Először is rákérdezünk arra, hogy mi az ő jelenlegi helyzete, mi történik a környezetében, mi foglalkoztatja őt. Itt láthatóak a gyűrűk. Amennyiben ő még házas, akkor most odafigyel a házasságára. Ha nem így van, akkor tervez veled egy eljegyzést. A gyűrűk jelenthetnek szerződéseket is. Kihat a munkahelyére, mert lehet egy munkahelyi szerződés, vagy egy bérleti szerződés, vagy egy adásvételi szerződés. A gyűrűk jelenthetnek bizonyos kapcsolatokat is, vagy azt is jelentheti, hogy visszatér hozzád ez a terve. És most megnézzük az ő gondolatát. Itt a könyvek jelenthetik az ő tudását, vagy tanulást, továbbképzést, de jelenthetik a zárkózottságot is. Előfordulhat, hogy ő ilyen zárkózott, vagy ő úgy gondolja, te vagy zárkózott, amennyiben a gyűrűk az ő házasságára utalnak, akkor a könyvek megjelennek a gondolatában, és úgy gondolja, hogy a felesége eltitkol előle valamit. És most megnézzük az ő érzelmeit. Nála megvan a hit. Tudja azt, hogy lesznek változások. Egyrészt, mert a sors utatok kereszteződik, lesz egy találkozás. Azon kívül érzi azt, hogy elérkezett az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és kell egy másik irány, lesznek itt döntések, változások. Mit közöl veled? Az ő szív üzenete. Itt látható az életút, de ott előtte ott van ez a szikla. És jelenti a nehézségeket, a problémákat, nem tudja hogyan tovább. El akarja kerülni ezeket a dolgokat, valami nyomasztja őt, vagy valami még blokkolja őt. Mi az, amit közölni akar veled, de nem teszi meg? Nem mondja ki. Hogy itt hamarosan átteszi magát ezeken a nehézségeken, átteszi magát ezen a sziklán, és akkor lesz itt könnyűség, változás, előre mennek a dolgok, és szeretne veled beszélni, vagy szeretne megbeszélni valamit veled. Hogy lát téged? Itt látható az erő, tudja, hogy erős vagy, hogy be tudod bizonyítani magadat. Azon kívül te adsz számára életerőt. Ez az erő jelenteti a belső erőt is, a hitet, hogy ebből a kapcsolatból lesz valami. Mi fűz össze benneteket? Itt szintén érezhető a levegő eleme, a könnyűség, a változások, és itt látható ez a 4 levelű lóhere, ami jelenti a szerencsét,
lesz egy szerencsés fordulat, azt is jelenti, hogy te szerencsét hozol neki, hiszen boldog veled. És ez volt ez az általános jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!